A vádirat szerint a férfi Tiszajenő lakott területén kívül Jászkarajenő felé közlekedett az általa vezetett személygépkocsival, amikor előtte, vele szemben, a kerékpárját tolva, láthatósági mellényben, gyalogosan haladt az úttest felező vonalánál egy enyhe fokú ittas állapotban lévő férfi. A sofőr az ütközést megelőzően mintegy 2,5 másodperccel már észlelte a gyalogost, azonban nem tért vissza a jobboldali sávba, hanem vészfékezett, majd a gépkocsijának bal elejével elgázolta az ütközést elkerülni próbáló gyalogost, aki a baleset következtében a helyszínen életét vesztette. A sofőr ezt követően a gépkocsiból kiszállt, megszólította az elgázolt gyalogost, aki nem reagált, így a sofőr elhagyta a helyszínt, anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy segítségre van-e szüksége az elgázolt férfinek, illetve nem értesítette sem a rendőrséget, sem a mentőszolgálatot a baleset bekövetkezéséről. Az ügyészség a férfivel szemben börtönbe letöltendő szabadságvesztés büntetése, közügyek gyakorlásától eltiltásra, valamint közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt a vádiratában. Az ügyben a szolnoki járásbíróság fog dönteni, a férfi a döntést letartóztatásban várja.